A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 25-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először az Atlantis program múltjáról, jelenéről és jövőréről beszélgetünk Lőrincz Zsuzsával, a Vörösmarty Színház ügyvezetőjével, majd egy könyvbemutató, illetve egy improvizációs színpadi játék visszatéréséről szóló beszámoló következik. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, Lőrincz Zsuzsa a vendégem, és nem másról fogunk beszélni, mint az aranyjátékról, és természetesen mindarról, ami még foglalkoztatja ebben az esztendőben, hosszú kényszer szünet után. Annál is inkább, mert hétfőn este volt ugye az Atlantis program keretében a Vörösmarty Színházban az aranyjáték, ez a bemutató. 14 iskola, 300 diák, fantasztikus estének lehettünk tanúi. Én azt gondolom, hogy ez a 3,5 óra bebizonyította, hogy kellő hozzáértéssel, elhivatottsággal mi mindent lehet kihozni a gyerekekből. Ha egy rövid összefoglalóra kell, erről fogunk beszélgetni, de egy rövid összefoglalás, mi volt az első impulzus, ami téged ért? Az idei bemutatóval kapcsolatban? Hát én a bemutatón... A háttérbe a színfalak mögött rohangáltam, és néztem, hogy van-e valami baj, mindenki odaér-e a helyére. Úgyhogy elég keveset láttam belőle, vagy oldalról láttam, és az nem mérvadó. De most először történt meg az, hogy második előadáson kedden leültem a nézőtérre. Az első jelenetnél még éreztem, hogy jaj, vajon van-e valami baj hátul, minden rendben megy, én nem vagyok ott. Aztán ez kioldódott, ez a görcs a gyomromból, és végignéztem az egészet lentről, és fantasztikus volt. Tehát ezt most a színházi szakembert kérdeztem, nyilván. Igen, persze, de hát azt éreztem tényleg, hogy felszállok az örömtől, attól, hogy ez mennyire fontos. Amikor kijön a 300 gyerek tapsrendbe, hát egyszerűen szerintem kőből van, aki nem sírja magát. És 2015-re emlékszem én még vissza, amikor elindult ez az egész művészeti nevelés program, és ugye már volt Tudas Matyi, Toldi, Odüsszea, hát most Arany János jött, bár Petőfi emlékév van, de hát tudjuk, hogy miért arany, hiszen fantasztikus ezek a balladák. Milyen tapasztalatod van, hiszen itt a kép és a zenei megjelenítés rendkívül fontos. Én azt hiszem, hogy a fiatalok már, mint a diákok és azok a nevelőtanárok, akik segítették őket, hozzátéve természetesen a Vörösmarty Színház színművészeit is, nagyon sokat tettek azért, hogy kiteljesedjenek. Persze. Végül is fantasztikus kis mini előadások születtek, azt érzem, amik a maguk teljességében tökéletesek voltak, de mégis valahogy ennek azért az egész Atlantis programnak nem ez a lényege, hanem az a lényege a folyamat maga, amíg ők dolgoznak ezen. És én kicsit féltem a balladáktól, többször vetették fel tanárok, azt hiszem, hogy a Somos Ákos mondta nagyon, hogy aranyballadák, meg ugye van két kis csoportunk is, a Piciszter, meg a Kiskodócska, hogy féltem, hogy nagyon nagy falat lesz a balladát színpadra állítani, profiknak sem könnyű, és nem akartam, hogy csalódás legyen. De azt gondolom, hogy olyan szempontból tökéletes választás volt, hogy ezzel annyira másféleképpen foglalkoztak. Tehát, és hát pont a Piciszter is, meg a Kodócska is, a Hamis Tanú, meg a Velszibárdok, hát annyira fantasztikus volt, kijött a kislány, és egyszerűen úgy beszélt, hogy azt mondtam, hogy minden rétegét érti ennek a balladának. De ez megerősítést jelent neked is? Persze, abszolút. Mert hogy a Petőfi Rockról majd fogunk beszélni értelemszerűen. Nekem is, tehát én azt gondolom, hogy azok, akik már eddig is foglalkoztak színházzal,
az nyilvánvaló, hogy jól teljesítenek. Gondolok, itt ugye beszéltünk a Kodocskáról, a Tediről, a Fehér Holló és a többiek. Ugyanakkor jó látni, hogy ezek a fiatalok bele tudnak állni akkor is, ha csak most kezdik. Persze. És ez pedagógus függő ebben az értelemben. Igen, igen. Ilyen, mi a véleményed a pedagógusokról, hogy tudtak ilyen fantasztikus darabokat megcsinálni? Azért fantasztikus az ő munkájuk, mert ezt egyébként a Petőfi Rock próba folyamat alatt is tapasztaltam, de hogy az Atlantisban is. A gyerekeket, tehát hiába van egy tanárnak egy víziója arról, hogy mit szeretne látni a színpadon, ez általában nem így van, ez nem olyan, mint egy rendező, hogy megálmodik valamit, és akkor a profi színészekkel ezt létrehozzák. Eleve minden gyereket teljesen másképp kell instruálni. Tehát, hogyha azt akarom, valamit el akarok érni, akkor 3 gyereknek, vagy 30-nak, 30 féleképpen kell elmondanom, vagy hogy azt érjem el, amit akarok. Ők persze ismerik a gyerekeket, tehát sokkal jobban tudnak velük bánni. Nekem mindig egy idő, amíg felveszem a fonalat, megismerem őket. Nem voltam annyit próbán, amennyit szerettem volna, mert szerettem volna minden csoportnál bent lenni, már folyamatában nézni a próbákat. De most ugye pont március 1-én nyitott ki a színház, úgyhogy őrültek háza volt nálunk, és ahhoz képest ezt, hogy minden csoportnál, minden fázisba be tudja kukkantani, ami a nagy álmom, ezt nem sikerült. De igen, a legszebb ez benne, ahogyan dolgoznak. És azt, hogy kinek mekkora a utat kellett megtennie ahhoz, hogy ott a tapsrendbe meghajoljon, ez teljesen más. És ez nem azon múlik, hogy ki mennyire tehetséges, nyilván rengeteg tehetséges gyerek van tényleg, akiket láthattunk most hétfőkedden. Minden esetre elkötelezettnek kell lenni, és ez a pedagógusoknál is egy nagyon-nagyon fontos, a gyerekeknél pedig erény. Nyilván nem színművészeket keresünk mi a színpadon ilyen értelemben, hanem olyanokat, akik majd későbbiekben is nem jönnek zavarba, ha aranyról kell beszélni a barátnőjüknek vagy a barátuknak. Vagy egy bármilyen színházi előadást néz, előadás kapcsán, és rögtön tudja, hogy ez hogy lehetett, ez a díszlet mit jelent, a zene mit jelent, a ritmus mit jelent. Tehát, hogy egész másképp néz színházat szerintem, és tehát ilyen értelemben is tényleg színházra is nevel. Igen, ez egy misszió, mondom. Én az E-generációt meg kell tanítani színházul gondolkodni, és ez semmi baj, ha ezt a hétköznapokon is teszik. Igen. Bár ez most egy egészen kivételes ünnep volt. Mint ahogy ünnep volt, és megvallom, én meglepődtem, hogy a Vörösmarty diákszínpad lesz majd, diákszínház. Remek gondolat, az alapjait azt nagyon is jól tudjuk, hogy talán szükség is van erre, de van-e realitás annak, hogy ez rövidesen megvalósul? Nyilván ott a bejelentés, amit Cserpakovics András polgármester úr és Szikora János igazgató úr elmondott, az alapvetés. De ehhez rengeteget kell még javítani a helyzeten. Ez kikristályosodik mostanság? Persze, már a tegnap volt egy megbeszélésünk a mentorokkal, minden mentor az igazgató úrral, meg a tanárokkal is külön fog beszélni, tehát igen, ennek a kidolgozása azért folyamatban van, és nagyon sok kérdést felvet még az egész, hogy ez ugye nem feledhetjük, ez egy új kulturális intézmény. Igen. Mindenképpen. No, érintettük a Petőfi Rockot, én imádom, meg kell, hogy mondjam. Én azt hiszem, hogy az is rendkívüli felelősség, hogy ott ebbe a darabba azokat és úgy kiválasztani, hogy az tükrözze a te rendezői attitűdödet mindenképpen, és ráadásul tessék a közönségnek is. Mert itt azért kettősség van. Egy március 15-i egy ilyen előadáshoz nem elég kimondani, hogy Petőfi, mert azt úgyis mindenki szereti, ennél több kell. És ez bejött. Igen. Igen. Amikor felvetette igazgató úr, hogy ezt a darabot csináljuk meg, én hallottam már előtte róla Árkosi Árpádtól, a legendás Pál Istiféle Petőfi Rockról, és hát elég nagy görcs volt bennem, hogy ezt most ahhoz fogják hasonlítani, amit nem lehet, mert az 50 évvel ezelőtt történt, teljesen mást jelentett akkor.
És akkor az egy folyamat volt, amíg eljutottam oda, hogy én most ezzel, ha mindent levetek magamról, akkor mit szeretnék kezdeni. És most kik a Petőfik. Úgyhogy meghallgatást hirdettünk, úgy válogattuk ki a fiatalokat, akik játsszák az előadást, és ott már azt éreztem, hogy azt akarom, hogy minél különbözőbb figurák legyenek, hogy véletlenül se legyen semmilyen sablon Petőfi benne, hanem 16 fiatal van az előadásban, 16 teljesen más személyiség, jellem, karakter, figura, és mindenki magáról beszéljen, mindenki arról beszéljen, hogy ő neki mit jelent az, hogy ő Petőfi, hogy mi neki a szabadság, ő miért harcol, mi az, amiért mindenét feladja, és úgy mondja ezeket a szövegeket, tulajdonképpen végig a közönségnek beszélnek, mint hogyha egy személyes kiáltványa lenne. Az így. Ő nagyon személyes kiáltványa. Így van, hiszen ez 1973-ban egy fricska volt. Persze. A hatalomnak. Most már teljesen más, hiszen az E-generáció, ahogy az imént, már teljesen másként gondolkodik, de ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az a mondani való. Milyen elvek mentén választottad ki a fiatalokat? Hiszen láttuk, egészen különleges személyiségek, mind a hányan. Igen, igazából ez volt a fontos a meghallgatáson is. Tehát egyrészt azt, hogy hangszeren játszanak, azt azért szerettük volna, mert azt első perctől tudtam, hogy azt szeretném, hogy ők is zenéljenek. Nagyon sok ének van benne, tehát azért az is fontos volt, hogy jól énekeljenek, de ehhez meg fantasztikus munkatársaim voltak, a Réti Anikó és a Cserta Balázs, ők szétvarázsolták, ők varázsolták ilyen gyönyörűvé. Ezt én nem is álmodtam róla, hogy komolyan erről, hogy zeneileg ez ennyire jó lesz, és ennyire jól szól, mint ahogy végül sikerült. Ez volt, a másik pedig ezt a tüzet, vagy ezt a különösséget kerestem bennük, hogy merjenek ők magukról beszélni a színpadon. És azért, amikor 16-an legszemélyesebb dolgukat üvöltik kifele, akkor azt nem tudnám igen. hatni. Igen, hát teli találat volt, azt hiszem, lesz folytatása? Igen, játsszuk még, hát most nagyon sokat, mert a bezárás miatt ugye a Pelikánfészek csak most nyit április 1-én, úgyhogy április-májusban nagyon sokat játszunk még, remélem, hogy jövőre is tudjuk játszani. Az is nagyon jó dolog egyébként, hogy a Pelikánfészekben, és nem csak a Petőfi 200 miatt, hanem azért, mert hogy vegyék birtokba a Pelikánfészek. Igen, ott igen, a helyük igen, a fiataloknak. Ez a terv, igen, hogy azt a magukénak érezzék. Meg hát azért ezzel az egész koncepcióval, hogy mindenki a saját fájdalmáról, a saját görcséről, frusztrációjáról arról beszéljen, hogy ő hogy van elnyomva, hogy ő neki mi a szabadság. Ezzel az volt a cél, hogy végül is a közönség is saját maga értelmezze. Tehát én nem akartam egy kész olvasatot rágni a nézők fejébe, hogy én ezt gondolom erről. Én nem azt akartam mondani, hogy én mit gondolok erről, hanem azt akartam, hogy mindenki gondolkodjon el rajta. Így van. Ennél fontosabb nincsen. Mint ahogy az is nagyon fontos, hogy mire készülsz a jövőben, a következő időszakban, milyen feladatok várnak rád? Hát most azért én szeptember óta ügyvezető lettem, úgyhogy sokkal több szálon működök a színházba, ami egyrészt izgalmas, másrészt meg nagyon nehezen tudom az időmet beosztani, hogy mindenre annyi jusson. A következő évadban a Komáromi Jókai Színházba fogok rendezni egy Tasnádi darabot gyerekeknek, meg hát ugye készül az Atlantis program következő kiadása, amit még nem tudok pontosan. Még nem tudunk, majd most készülünk a tanárokkal találkozni és megbeszélni, hogy mi legyen a jövő. A gyerekszínház alakulóban, meg mi is részt veszünk a színházi olimpiában, tehát ez az országos rendezvény, két előadás érkezik hozzánk, a Gavella Színház, a Zágrábi Gavella Színház és a Temesvári Csiki Gergely Színház június elején, tehát lesz egy ilyen programunk is. És hát tehát folyamatosan játszunk még egész június végéig,
A koronázási játékok alatt ugye kialakult ez a Kárpát-medencei, megalakult a Kárpát-medencei színjátszótábor a Rákóczi fiatalokkal, és azt is szeretnénk valamilyen formában folytatni, tehát annak is kidolgozás alatt van még, hogy ez akkor augusztusban hogy történjen pontosan. Meg hát jön az évadhirdetés, ami mindig nagy izgalom, ugye az is május-júniusban meg kell hirdetnünk a következő évad bérleteit. Úgyhogy lesz dolgotok bőven, no, én ehhez kívánok sok-sok türelmet először is, és hát a bizakodást, hogy nem lesz bár orosz-ukrán háború, nem tudjuk, hogy hogy van miként. Ugyanakkor hát a pandémiát elkerültük, és maradjon is ez így. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy itt voltál, és hát én pedig ígérem mindannyiunk nevén, hogy természetesen ott leszünk az előadásokon. Köszönöm szépen! Székesfehérvár vendége volt Zalán Tibor, József Attila díjas költő. A Vörösmarty teremben az olvasók megismerhették a lírikus Lovak reggelije című új kötetét. Miként a darvakkal, mint nagy madarakkal, messzire szánt reményem. A Vörösmarty teremben Huzella Péter Kossuth díjas zeneszerző is fellépett versdalaival a Csóri Sándor Társaság rendezvényén, amelynek keretében Bakonyi István irodalomtörténész a társaság elnöke moderálásával bemutatták Zalán Tibor, József Attila és Babér Koszorú díjas költő a Lovak reggelije című új verses kötetét. Megszállni se tudjuk, hogy milyen sok könyv van a háta mögött Zalán Tibornak, és az is izgalmas az életművőben, hogy tényleg mind a három műnemben, a lírában, drámában és epikában is nagyon fontos könyveket, műveket tett le az asztalra, drámákat ír, színházban mutatták be műveit. Itt most a költőről lesz elsősorban szó, és az az egyik legizgalmasabb ebben az életműben, hogy nem lehet besorolni, nem lehet különböző csoportokhoz, kánonokhoz kötni, hiszen azt mondják róla, hogy a népi szürrealizmusból indult Hajdanán, Nagy László és Juhász Ferenc nyomán tulajdonképpen. Aztán az avantgárd is nagyon fontos szerepet játszott az életében. De mondom, szóval annyira sokrétű, nem csak az életmű, műfaj és műnemű gazdagsága, hanem a stílusbéli gazdagság is, hogy nagyon nehéz dolga az embernek, hogyha a kategorizálni akar, de hát végülis nem is kell kategorizálni. Úgy jó, ahogy van. Zalán Tibor új kötete az elmúlt 9 év lírai összegzése, amelyet nem lehet egyetlen irányzathoz sem sorolni. Az egyes versek is nagyon különböző jegyek egymás mellettiségéből alakulnak ki. A nagy lélegzetű és sodrású szabad versek mellett felbukkannak a kötött forma erős megnyilvánulásai is. Én nem szándékosan törekszem arra, hogy ne lehessen engem sehova beilleszteni. Pontosabban szándékosan törekszem arra, hogy azt csináljam mindig, amit akarok. Tehát nem fütyülök a divatokra, fütyülök az irányzatokra, fütyülök az elvárásokra. És mindig dolgozom valamint. Tehát én mind a három műnemben dolgozom, ami azt jelenti, hogy nekem mindig van munkám. Tehát hol a drámaírás terén, hol a verset kell írnom, hol eszét, hol regényt írok, hol mesét írok. Tehát mindig van valamit csinálni valóm. Emiatt aztán mindig más és más vagyok. És ugye mióta én a radikális eklektika kategóriát kitaláltam magam művészetére, azóta még szabadabban garázdálkodom egy-egy versen belül, akár ötféle, tízféle stíluseszközt használok, legyen a szonet, vagy haiku, vagy bármi. Tehát nincsenek számomra kötelező körök, nincsenek számomra olyan elvárások, amiknek eleget kell tegyek. Tehát nem is, a Bakonyi Pista nagyon jól fogalmazta meg, hogy valóban fölösleges lenne engem berakni valahova, hiszen én magam sem tudom azt, hogy mikor mit csinálok, vagy hova tartozom. Ez a könyv, ez is két részre esik szét, azért telt el 9-10 év az előző megjelenése óta, mert mindig valami más könyv jelent meg. Tehát nem szándékosan vártam ki azt a 9 évet, amíg ki kell hordozni a műveket, hanem mindig volt valami drámakötet, volt valami ilyen kötet, olyan kötet, prózakötet, és most arra összegyűlt ez a versanyag. Ennek gyakorlatilag a nagy részét azonos formai versek töltik ki. Ezek az úgynevezett 9x9x9-es versek. 9 versszakból állnak ezek a versek. 9 sorosak és 9 szótag van minden sorban. És hogyha összeszorzod, akkor 81, 8 meg 1 az 9. Minden 9-re jön ki benne. Hogy az életemben is minden 9-re jön ki.
Ez az egy első nagy megállás. Nekem voltak már ilyen számisztikai könyveim, amikor 27 vers, 27-27 soros vers, ugye 27 tökéletes szám. De ez most nagyon fontos volt, hogy ezt végignyomjam. Azelőtt pedig, tehát az előző, megelőző két ciklus az különféle kísérletező versekből áll, különféle irányokba kísérleteztem a 9 év alatt, hogy aztán most ismét visszatérjek egy kötött formát a szonethez. Most felező szonetteket írok, ami azt jelenti, hogy 7 sorig megírok egy szonettet, és aztán fejreállítom ezt az egészet, visszafelé kezdem el írni ugyanazt a szonettet, és pici elmozdításokkal. És valami olyasmit szeretnék elérni ezekben a munkákban, hogy mintha te néznél, ülnél a vízparton, és néznéd a vizet, vízben az arcodat, és egy pici követ beledobsz. És ez elkezdi hullámoztatni a képet, és vagy te vagy még ott, vagy már nem te vagy ott a víztükörben. Emiatt aztán, amikor valaki végigolvassa ezt a szonettet, kénytelen az első részt elolvasni, a második résznek az elmozdulása miatt. De amikor ezzel kész van, kénytelen a második rész, tehát ilyen végtelen olvasatot, vagy olvasati lehetőséget állítok elő. Hát ilyennekkel foglalkozom, és ezek izgatnak engem igazán. Alexa Károly megfogalmazása hitelesen adja vissza Zalán Tibor kortárs csodáját. Kimeríthetetlen képtömeg, az élet helyfoglalása a szóban, egyszerre látvány és látomás, csupa erő, csupa halál, és sehol az önfeladás a jövőt nem érdekli a jelen, ezért kell megállítani az időt, szóvarázs az önmagát megtermékenyítő, önmagával viselős és önmagát világra hozó vers, a férfi vers. Jótékonysági este folytatódott az Ugorj be most improvizációs színházi est sorozat. Az I-generációért Egyesület programjának ezúttal a Petőfi Kultúrtanszék adott otthont. Az értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a Petőfi Kultúrtanszék színház termében folytatta az újra életre hívott Ugorj be most programját, a humoros szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő 4 szereplős színházi játékát. Volt egy kis pihenésünk nekünk is, hála Istennek azért mi még a pandémia alatt is, vagy hát azt követően is tudtunk előadást tartani, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jó ügyekből sosincs, vagy nem fogunk kifogyni, úgyhogy mindig van hova segíteni. Talán azért volt egy kicsi pihenésünk, hiszen hát a színház is most zárva volt, és felújítás és minden más egyéb, ez miatt mi is egy kicsit pihentünk, de most újra kezdődünk, vagy újra kezdjük a munkát, és itt vagyunk. És egy kicsit más helyszínen vagyunk, ugye mi egyrészt szeretjük azt is, hogy ha már improvizációról beszélünk, akkor mi lenne, ha a helyszíneket is változtatjuk, ezért szoktunk vidékre is mindenhol menni, és most a Petőfi Kultúrtanszék ad otthont ennek az eseménynek, amit ezúton is nagyon köszönünk. Izgalmas, egy új kihívás, úgyhogy abszolút, abszolút érdekes, és most pedig én Polgárdi ipartelepen fogyatékkal élők bentlakásos intézményének sokat segítek, és múltkorjában, hogy voltunk, hát mondták, hogy nagy szükségük lenne majd segítségre, méghozzá olyan izgalmas és ilyen rész kicsinek tűnő dologban fogunk segíteni, hogy fogkeféket szerzünk be nekik. Ez egyébként azt gondolom az ember egy egyszerű dolog, de nem, mert hogy nekik egy szintén ilyen automata fogkefét kell majd beszerezni, és hát a mai eseménynek is, és egy korábbi jótékonysági rendezvényünknek is ez lesz a célja, és ide fogunk gyűjteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos cél. Az esten Kis Dia, Imre Krisztián, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színház barátoknak. Ha belihet a poshat vizemet, akkor fizetek neked egy kört. Ez nem poshat víz, ez pár. Ne, ez poshat víz, nézd meg! Szerinted tudnál vinni a... Isten, mindjárt be fogsz hányni, ne folytad meg! Stop! Szoktunk lubickolni, de van olyan, hogy minket is kerékbe tör az a téma, amit Pletcher Ádám hoz, mert mi se tudjuk fellépés előtt, illetve improvizációs játékok előtt, hogy éppen mi lesz a téma, most sem tudjuk, úgyhogy most is teljesen vakon megyünk ebbe az előadásba bele, úgyhogy nagyon remélem, hogy vágni fog az eszünk, mint a borotva, és minél jobb poénokkal és érdekesebb szituációkkal tudjuk feldobni majd ezt az estét. Látod? Ez művészet. Külön, mert az, hogy
kérdőből hányval. Nem úgy iszom, mint te. Nem. Meg van alapozva. Tehát amikor elindulok akkorról. Nem úgy iszom. És jövök a fesztiválra. Te nem vagy semmi. Nem vagy elég lehányva. Krisztik Csaba számára egy ilyen est kiváló lehetőség arra, hogy megmutassa magát egy látszólag könnyed és mégis komoly odafigyelést kívánó játékos kavalkádban. Nagyon szeretem ezt a sorozatot, ezt a programsorozatot, ez kifejezetten az én szakmai életemben is egy olyan állomás, ami újból és újból kihívások elé tesz, hiszen nem tudom, hogy mi fog történni a következő pillanatban, és ez úgy hiányzott is a színészi életemből. Szeretnénk ebben fejlődni is, van is tervünk abban, hogy ne rekedjünk meg a saját szintünkön, hanem ebben fejlődjünk, ebben bízom benne, hogy a jövő ezt majd ezt kijárja és kitapossa ezt az utat. Bocsásson meg, atyám, létkeztem. Álljon meg! Most! Tudja, honnan jövök? Azt nem tudom, honnan jössz, de bevizeltél, fiam. Látja, atyám, ezt csinálja velem a fesztivál. Minden egyes alkalommal ez történik velem. Nem mondom, hogy ne így áll többet, mert én magam is látod, hogy fogyasztottam. Ott az fel, atyám, a fesztivál bűnei alól. Nem ihatok ennyit, hogy mindig bevizelek. Egyél helyette. Mit tegyek ott? Ne én mondjak meg mindent, fiam! Tüszkő Sándor, mint mindig, a felsőfokú készséges és a képességek mentén szárnyal, és láthatóan minden másodpercet élvezi az egyedi csupa nagybetűs játéknak. Ezt már lehet, hogy elmondtam, de most is elmondom akkor, hogy ez a produkció, meg ez a beugró, ez olyan, hogy nem tudunk rá készülni. És amikor ilyenkor reggel fölkelek, és arra gondolok, hogy mi lesz majd este, akkor nem tudom, hogy mi lesz majd este. És akárhogy erőltetem magam, képtelen vagyok, meg nem tudunk erre igazából rákészülni, úgy, mint egy előadásra. Úgyhogy ez mindig egy nagy izgalom nekünk, akár milyen sokszor csináltuk meg, akár hány évesek vagyunk. De nagyon várjuk, pont emiatt, mert egy izgalom nekünk is. Úgy, mint egy ilyen virágszál, hanem legyen benne tónus, legyen benne energia, legyen benne, tehát valahova vezesse. Vezetek. Imre Krisztián az első pillanattól részese a sikert hozó játékos szerephalmaznak, ami egyben minden művész számára kihívást is jelent. Abszolút várom, igen, ez egy elég nehéz műfaj. Ez egy ilyen nagyon egyszerű, vagy nem egyszerű színészi gyakorlat, amit én már eléggé régóta nem csináltam. És legutóbb, amikor volt ez az esemény, akkor én beugrottam ebbe az ugorbemostba. És nem tudom, hogy mire számíthatok, de nagyon kíváncsian várom. Az est életre hívója az iGenerációért Egyesület elnöke Plecser Ádám és munkatársai ismét nagyot alkottak. A Teltház megerősítést adott számukra, kell és érdemes a segíteni vágyókat meginvitálni egy hangulatos improvizációs est megtekintésére, amelyben a kötetlen színpadi játékmesterei valódi értéket teremtettek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ugyanitt, ugyanebben az időpontban találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.